Sziasztok! Ma a Fetotomato Távoróma 2 kívásos végigjátszásom a Cézár Galliában az Arvernusokkal, és itt maradt abba, hogy ez a barbár törzs, ugye az Allobrogesek megtámadtak, de besegítenek nekik a rómaiak, ugye? Egy ilyen néhány légiós egység, ugye veterán légiós a tábornoki testőrség, mellette pedig egy csomó ilyen auxiliás Levi Freeman, meg ugye barbárok. De szerintem Arvernusokkal, ugye Vercingetorixszal le tudjuk győzni úgy a barbárokat, mint a rómaiakat, de ugye azokkal a légiósokkal nem lesz könnyű dolgunk. No de essünk nekik akkor! Méghozzá a római seregnek ugye a neve Légió 1 Gallica, hűha! Szóval a rómaiak elmerték nevezni a légiójukat Galliáról, ugye? Ez vért követel amúgy, ez vérlázító. Oké, hol jön a római erősítés? Ha minden igaz, ugye... Várjunk, oldal... Igen, ott jön. Az ellenségnek is izé van, Novo Horse. Oké, mire a rómaiak ideérnek, addigra ugye verjük a barbárokat. Plusz ugye azért nem használtam el a képességét Vercingetorixnak, mert ugye a rómaiak ellen kell majd. Mivel ugye egy olyan képesség, amit csak egyszer lehet használni. Oké, a barbár hadúr az meghalt. Oké, jönnek a rómaiak. Hát, hogy őszintén legyek, nem tudom mennyire fognak kitartani ezek a kelta harcosok a... légiósok ellen. Levi Freeman oké, mert ugye azokat az előbb vertük le, de a légiósok... Ajjajjaj... Legionaries! Á,
Ám bár nekem ugye vannak paritjánsaim, amik hát elég úpik. Oké, igen, ugye a Levi Freeman mészárolják a kelt a harcosok, de a légiósok azok már szivatják egy kicsit az egységeket. Bár a paritjásokkal ugye lövöm a izét, a légiósokat. Oké, azt mondjuk nem kellett volna elhasználni, de mindegy. Ahhoz képest, hogy légiósok... valójában annyira nem is teljesítenek olyan jól a izé ellen. A kelta harcosaim ellen. Igaz, ugye ez nem egy nagyon erős római sereg. Igen, a Levi Freemaneket meg tudjuk törni. Oké, valójában, hogyha az egységek megtörnek és elfutnak, az nem lenne gond, mert nem is akarok egységeket elveszíteni teljesen, amennyiből lehet. Sokkal gond van. Oké, ezeket kéne itt rohamozzam a Nobuhoz-szal, ugye rengeteg Levi Freeman meg Vigilész. Úgy-úgy, hozzáértek egy légiószhoz, megállt az teljes egység. A fene a bőrüket. Légiósok. Jól bírják amúgy. All right, ready?
infantry! Warriors ready! Warriors! Forward! Ready! Battle's logo! Oké, okay, azt hiszem, hogy army loss az. És ugye Secundus Regillus veszít Vercingetorix ellen. Már a veterán légiósok nem akarják feladni. Bakker erre még stabilizálódtak. Mi a fene? A zsiványok. Elég bátor ez a Regillus. Na végre, szép. Ezek meg vissza is tértek, az szép. Oké, okay, a városi őrségben most már ugye van két csapat extra chosen swordsman. Képezzek. Oké. Okay. Kéne valójában építeni a izét, az épületet, ugye a stables. Valójában képeznék azért egy csapat Chosen Swordsman-t. Gond az, hogy nincs pénzem rá. Ah, mindegy, legyen egy körváltás. Csak fosztogatnak. Oké, okay, képezzek egy bajnokot. Rendben, az meg lesz. Jó lenne legyőzni ugye az itt lévőket. Annyi az egész, hogy most már kelt a harcosokat képeznek. Ready for battle. És nem a Levi Freeman, ugye? Oké, okay, ők már nem fosztogatnak, nagyon helyes. Honor the gods and your ancestors. Ready for orders. Thirsty for battle. Starting out. Warriors all. On the move, lads. Look to the defense. És ugye az ügynököknek, ugye a bajnokoknak szintén van ez a képessége, ami növeli majd a rohamozását az egységeknek. Ami ugye nagyon jól jön majd. Oké, okay, nem még fosztogatnak, nagyon jó. Rossz Omen.
punish him. Valami szent, nem tudom micsodát vadászott az egyik családtag. Oké, két kör ugye meg lesz a stables, ami azt jelenti, hogy le kell majd szereljek némi kelt a harcost. És... képezzek izét. Lovast, vagy arra gondoltam, leszerelek két csapat kelta harcost, és egy csapat Spear Warriors, vagy három csapat kelta harcos. Mert ugye a Spear Warriors és a nehéz lovasok ugye nagyon jól teljesítenének együtt. És valójában a kelta harcosokat is nagyon jó lenne lecserélni Chosen Swordsmanre, csak ugye ahogy mondtam, nincs hozzá egyelőre gazdaságom. Annyi az egész, fogalmam nincs, hogy melyik irányba terjeszkedjek. Ja, hazagond. Nem tudom, melyik irányba kéne menni. Ám bár valójában a térképnek ezt a felét szeretném megszerezni, ugye? Szóval, ja, valójában megvan, hogy merre megyek. Oké, rossz omen. És ugye ez a képesség ugye adja az extra rohamozást. 60% charge bonus for all units. Ah, te jó ég. Szóval jelenleg 26%-os a kelta harcosnak a rohamozása, 23% a Spear Warriors, no bow horse 49. Kelta harcos ugye, oké, 4-es, de hát ők, vagy kelta paritjás. Még 20%-ot rányomunk, ugye lett 32, 28, 59, ja. Nagyon, nagyon jó amúgy. Igen, van egy olyan, hogy nekem kellenének dignitárik. Ja, nekem kellenek dignitárik, elküldöm őket Liguriába majd. Hogy ellopjam a rómaiaknak a bevételét, ami ugye jó lenne. Extra pénz ugye az mindig jól jön. Oké, tudok is képezni egy dignitarit. És irány Liguriába vele. A következő technológia, ami kéne... plusz közel minden provinciába, az nagyon jó lenne amúgy. Csak annyi az egész, hogy ezek a technológiák pénzbe kerülnek, méghozzá nem is kevés pénzbe. Amúgy nincsen valami olyan technológia, ami valami ízét ad? Mi az már ilyen... rendezvényeket, vagy valami, hogy elnézem, nincsen. Na mindegy. Ez jó lenne amúgy, Field Surgery, 5%-a gyorsabb újratöltődés, az kell. Oké, most már csak valahogy ugye a pénzt kéne összeszedni arra, hogy le tudjam cserélni a izét, a kelta harcost ugye Chosen Swordsmanre, és képezzek némi nehéz lovast. Oké, ez micsoda? Infamy. Valójában ez annyira nem számít, mert ugye nincs politikai rendszer a játékban, szóval... ha minden igaz, bármit választhatok. Ám bár lehet, hogy ha ezt választom, ugye... és hogyha rosszul választok, akkor ugye veszítek befolyást, ami valójában lényegtelen. De hogyha jól választok, akkor pedig van esélyre, hogy kapok extra adóbevételt.
Oké, arra gondoltam, hogy le is képzem a izéket, a nehéz lovasokat. Az vagy 700 dénár ugye darabja és 111 dénár fenntartása. Ah, igen. Ez már csak ilyen. Ó, várjunk, felfedeztem egy népet. Valójában a izék... Az Ausztik tették őket, vagy hozták vissza őket ugye az élők sorába, úgymond. Várjunk, a rómaiak hadban állnak kivel? Rajtam kívül még vadban állnak a Vangionesszel, a Nemnetészokkal, Keltik Konfederációval, Suébival, Sotitájesz, vagy mi a bánat, és Ausztikkal. Szóval van ellenségük amúgy. Nem is kevés. Ez az egység valójában már akkor nem is kell ide. Felhúzhatnám az adót amúgy. Á, mondjuk az nem jó. Mondjuk csak néhány körig. Csak néhány kör. Jó lenne ugye összeszedjek egy elit sereget. Oké, 5 kör ugye meg lesz a field surgery. Mennyibe kerül a darabja? 720 dénár. Oké, le tudok képezni 3-at. Hogy őszinte legyek, ha már ugye rámennék az elitekre, akkor talán le kéne cserélni a izét is, a Spear Warriors-t Chosen Spearmanre. Nem nagy a különbség, de azért van valójában. Igen, arra gondoltam, lecserélem őket. Felfedeztem Massaliát. Hát tényleg még ők is benne vannak a játékban. Ezek a görögök mindenhol ott vannak, bakker. Jönnek a rómaiak. Oké, lett ugye némi Chosen Swordsman. És így lesz. És képzek még ilyet, meg ilyet is. Ó, az igen. Jó sok a légiós, te jó ég. Bakker. Ha ugye ez a csapat légiós, akkor a minden igaz, a többi is légiós. Nem 100%, de ugye lehet. És ez megint ugye a légió egy gallika, amit már egyszer legyőztem. Igen, jönnek a rómaiak ugye? Jönnek az Allobrogeszek is. Oké, tökéletes, ugye 3-as szinten van ez a képesség. Összesen 60%-kal nagyobb rohamozás az egységeknek. A Nobo Horse-nak 79-es rohamozás, Heavy Horse 65, Chosen Swordsman 45, Spear Warriors 37, de ugye azokat lecserélem. Oké, itt van 3 egység, szóval le kell cseréljek egy ilyet, és 2 kelt a harcost. Oké, még kell ugye 3 Spear Warriors, le kell cseréljek ugye 3 Spear Warriors-t, és egy csapat kelt a harcost. Nekem Liguriába kell eljussak, mert ugye az a második, vagyis a legelső, leggazdagabb provincia. Utána Senonia. Oda is kéne küldjek egy izét. Mi az már? Dignitarit. Még egy római sereg, de ha jól láttam, azt már maga Cézár vezette. Mission issued. Győzzem le ezt a sereget. Oké. Okay. Oké, ebből a provinciából ugye nagyon jó bevételt fogok szerezni.
És egyelőre ugye mindössze csak 25, nem is 25%-ot, hanem pontosan nem tudom hány százalékot lopok el úgymond a provinciából, de ha jól emlékszem, akkor az első képesség 25%, utána 50 és utána 75%, szóval most talán egy ilyen 10%-ot, fel ne tudja pontosan, na mindegy, nem az a lényeg, hanem ugye az, hogy hármas szinten nagyon jó bevételt szerzek majd. Várjunk, kell még képezzek egy csapat Spear Warriors, és Chosen Spearman és Chosen Swordsman. Oké, okay, lássuk, mit tudnak ugye a Heavy Horse-ok és a Chosen Swordsman. Plusz ugye ez egy rajtaütés, szóval vannak gurigák is. Várjunk, a gurikákat kéne aktiválni. Hát az pont, hogy... hogy az a... Ó, ne, saját lesz. Vagyis... Oké, okay, a sajátjaimat is. Oké, okay, mindegy. Hát igen, az ugye a sajátjaimat is eltalálta. Oké, már az ellenség az nagyjából le is győzve. Na ja, ugye ez egy rajtaütés, szóval... annyira nem meglepő, hogy ilyen gyorsan legyőzzük most őket. A képesség miatt amúgy az egységeimnek van frenzi képessége is, ugye a bajnok miatt valójában. Ami szintén egész jó. A Frenzy mellé amúgy nagyon jól jönne egy Group Second Wind amúgy. Mert ugye a Frenzy miatt kifáradnak az egységek, de hogyha van Second Winden, vagy ugye Group Second Wind, akkor már is ugye... akkor ugye már is véget ér úgymond a... negativitás, amit a Frenzy ad, ugye, hogyha lejárt, úgymond. A izének annyi. Az Aieduiknak annyi lesz. Suébik elverik őket. Rendben, én szeretném elfoglalni Durotinkont. Oké, szóval ugye nem még kellenek a Spear Warriors, és helyettük ugye, vagy kelta harcos, hanem helyettük Chosen Swordsman és Chosen Spearman. Jó, és építek egy Coin Maker-t.
Na ja, ugye ez egy nagyon jó sereg. Chosen Swordsman, ugye Chosen Spearman, parittyások és nehéz lovasok. Ezek után már ugye csak a izé jön, a Spear Nobles, Oathsworn és ugye a Noble Horse. Nem eszoszhoz pedig még kéne képezzek némi egységet, mert hogyha jönnek a rómaiak, akkor ugye vissza kell majd verjük őket. Ami kicsit sem lesz könnyű. A Suebikat pedig még most se fedeztem föl, de hogyha megmozdulnék ezzel az ügynökkel, akkor igen. Oké, ha minden igaz, igen, meglett a Field Surgery. Legyen ez a technológia is, ugye? Plusz két közrend minden provinciában, plusz ugye, ha megvan az összes technológia, akkor még egy közrend minden provinciában. Oké, győzzük le ezeket a balbálokat. Oké, sajnos köd van. Nem támadnak ki, ami valójában jó, talán. Igen, jó, mert nekem 5 parittyásom van, nekik csak 3. Ha ezt a két tornyot meggyújtom, akkor ugye a parittyásokkal előre, ki tudom lőni a parittyásokat, meg tudom gyújtani a falat, szó szerint ki tudjuk füstölni innen a barbárokat. A lovassággal körbe. Oké, arra gondoltam, hogy a izét küldöm előre, a és nem a parittyásokat, hanem a lándzsásokat. Hogy meggyújtsák a izét, a tornyokat. Előre, Chosen Swordsman! Oké, azokat a tornyokat meg kell gyújtani. Előre az egyik Chosen Swordsman-nel. Warriors ready!
ready for battle. Orders. Slingers! Wolf curse you! Heavy horse! Warriors ready! We are gone! What are we, brothers? Chosen swords! Heavy horse! Fierce! Bleed them! Oké, okay, ez az egység az kapja ugye nagyon, de annyira nem nagy gond. Valójában nem jó ötlet rámenni a izére, a hadúrra ugye, paritjásokkal kell lőni őket. Ó, el onnan. Oké, lassan ugye a tábornokuknak vége, Ambiorixnak. Valójában lassan az egész seregnek annyi. Ja, csak úgy mészároljuk őket. Oké, a menekülőkből kéne még elintézni.
Az ellenséges tábornok az meghalt. Oké, nagyjából ennyi volt. Teljes megsemmisülés, tökéletes. Sok pénzt ugye nem kaptam a legyőzésükért, de a lényeg, hogy legyőztük őket. Ide kéne még képezzek ugye akkor némi egységet. Némi Heavy Horse, Chosen Spearman, Chosen Swordsman, a kelta harcos az nem kell. Oké, itt van aranybánya. Oké, ugye jó lenne ugye lejátszani, hogy minél kevesebb legyen a veszteség, a másik pedig az ugye, hogy legyőzöm őket, de ne semmisüljenek meg teljesen, utána ugyanúgy a városi őrség se semmisüljön meg teljesen, ugye így lenne egy harc, elfoglalom a várost, két harc, utána, hogyha vesznek fel zsoldost és megtámadnak, az ugye már három csata lenne ellenük, így ugye nagyon sok XP-t szerezne a sereg. Oké, amúgy meg most lehet, hogy ki fognak támadni. Vagy nem? Vagy igen. Lehet, hogy most azért támadnak ki, mert ugye van erősítésük. Oké, az előcsatározóiknak nagyjából vége, ugye parittyás meg íjász. Az erősítésben ugye van lovasság, de könnyű lovasság, nekem pedig nehéz lovasság, szóval verjük őket. És ugye a paritjásokkal szétlőjük az ócvornokat. Könnyű lovassal letámadni a izét, a Chosen Spear-t. Oké, az azért, igen. Eléggé esélytelen számukra a dolog. Chosen Swords!
Na most, hogy őszint legyek, nem tudom, hogy mi okozta ennek az egységnek azt a veszteséget, de szerintem sokan meghaltak baráti tűz miatt. Plusz ugye a Chosen Spearmennek van lovasság elleni bónusza. Mennyire nehezen tudják kilőni a izét az előcsatározókat. Ők annyira nem meglepő, hiszen ugye annak a csapatnak van... van ugye pajzsa. Oké, okay, amúgy army loss ez. De azért még jó lenne intézni az ellenségből. Főleg a izét, főleg a Chosen Swordsman, ugye. A városi őrségből. Igen, ugye ennek az egységnek vesznie kell. Oké, ez így ugye eddig egy csata volt. Ó, várjunk. Nem csatlakozik be. De mégis. Oké, akkor valójában csak két csatám lesz ellenük. Na mindegy. Igen. Sajnos ugye nem vonultak nagyon vissza. Ez a képesség még szintén nagyon kéne ugye a seregnek. Mondjuk ez is ugye extra újratöltődés, morál, mondjuk a morál az annyira nem, mert ugye azt más képességek is adnak. Meg ugye a Chosen Swordsman, vagy ugye az Oathsworn majd ugye később, ezek az egységek ugye amúgy is jó morálra rendelkeznek. Igen, kéne ugye ez, extra mellejáták, mellej defense. És kéne ugye fejleszteni ezt a képességet. Charge bónusz ugye 3-as szinten 30%-kal több. Szóval jelenleg a rohamozása az egységeknek ugye Chosen Swordsman 45, Heavy Horse 65, Chosen Spearman 37, Noble Horse 79. Ha ezt fejlesztem, akkor ugye 48, 69, 83, és ugye ez Chosen Spearman 39. Kelta harcosnak pedig már kemény 6-os rohamozása, és Kelta paritjásnak kemény 6-os rohamozása van.
Greetings! Well met, friend. Greetings, friend. Igen, ugye ez a két épület valójában marad, mert kell ugye a városi őrség. Sőt, ugye a Bronze Forge-ot jó lenne szintén megépíteni, hogy a városi őrség még erősebb legyen. Legjobb az egészben ugye, hogy szintén szereztem még egy aranybányát is. Mondjuk max adón vagyok, egy kicsit visszaveszek az adóból. Igen, kéne képezzek még egy dignitarit. Bár arra gondoltam, hogy ezt a dignitarit a saját provinciámban hagyom. Ó, várjunk. Piktavis az rendkívül gazdag. Szóval, és közel is van. Oké, oda fogom küldeni. És ugye kell az a greedy képesség. Minél több aranyat lopjak ugye ebből a provinciából. Oh, hello, Picton eszek, és felfedeztem a Suebit. We have need of talk, I'm sure. Az nem jó amúgy. Vad germánok, ugye? Oké, kéne is építeni azt ugye, hogy Bronze Forge ide. Ezeket le kéne győzni. Oké, bár jól látom, övék a magaslat. De az én egységeim jobbak. Várjunk, nem foglalták el a magaslatot, ami jó. De én inkább megkerülném ezt a magaslatot. Valójában amúgy az Arverniknél ugye rá lehet menni arra is, ugye, hogy ne rohamozásban legyenek erősek az egységek, hanem védekezésben. Az is valójában egy egész jó opció. Mivel pajzsfalban ugye már olyan, hogy 79 vagy 81 védekező képessége van ugye három bronzgerendával a Chosen Swordsmannek. Alapból ugye a Chosen Spearmannek pedig 78 védekező képessége van. Mármint nem alapból, hanem ugye két tapasztalattal már. Oké, talán ha minden igaz, rá tudom venni őket a támadásra. Parittyások miatt.
Oké, nem akarnak támadni. Gallic Hunters, mi? Hát jónak jó egység, de a paritjások ugye jobbak az íjászok ellen. De például ugye a paritjás jó az íjász ellen, de nem jó az előcsatározók ellen, de az íjász pedig nagyon jó az előcsatározók ellen. Oké, azt hiszem, hogy ezeknek a barbároknak annyi. Annyira nem nagy a veszteség amúgy. Várjunk, ha minden igaz, akkor még ugye a tábornok van valahol ott hátul, vagy hadúr, bárminek hívjuk. Ami ellen elég lesznek, elegek lesznek a paritjások. Jó lenne amúgy kicsit beerősíteni ugye ezt a várost, ahol vagyok, és ugye nyomulni előre. Igen, szépen lassan, de lemészárolják őket a izék, a paritjások. Oké, ugye a veszteség az minimális lett, plusz ugye eléggé eloszlik a veszteség. Ugye nem az van, hogy egy-két egység szenvedett el nagyon nagy veszteséget, hanem mindegyik egység szenvedett el minimálisabb veszteséget. És valójában az a legjobb, ugye, mert újratöltődési rendszer van, így ugye amennyiből lehet, elosztani kell a veszteséget az egységek között, nem ugye az, hogy két-három egység szenvedjen nagy veszteséget. Az valójában rosszabb. Kill the cowards! Yeah! Gods love the open road!
Oké, jó lenne elfoglalni Burdigalát. Mert ez ugye egy ilyen kikötő város. Ám bár 5 kör, mire elkészül ugye a Bronze Forge. Plusz le kéne képezni még majd ugye Durotinkonba is egy olyan sereget, ami ugye Nemesosban van. Oké, nekem ez az ügynök nem kell, hanem egy másik kell, ami extra bevételt ad az adózásból, ugye a helyi provinciában. Oké, extra research rate ugye az mindig jól jön. És legyen egy körváltás. Ha minden igaz, Róma... Igen, jön. Hoppá! Jönnek a lómaiak, méghozzá Cézár. Oké, csináljuk úgy, hogy ide. És ez a csapat ide. Várjunk, ezek... ezek ibérek valójában. Skutáriuk van, meg zsoldos Noble Horse, wow. Igen, ugye itt van Cézár. Légiósokkal, kelt a harcossal, erősítésben légiósok. Igen, nem rossz, nem rossz. Ám bár itt van ugye Versongetorix plusz a városi őrség. Oké, Róma fosztogat és nem támadta meg a várost. Az valójában rendben van. Oké, ám bár megtámadják ugye izék a... Sotiates nép. Ez mondjuk már a következő részben lesz, de szerintem le tudjuk győzni őket. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!